Hosszú hónapok munkája az az együttműködési megállapodás, amelyet a Nyíregyházi Egyetem és a Finnamed egészségügyi szolgáltató Kft. Írt alá hétfő délután. A közös munkának része a tudományos és innovációs kutatás. Egyrészt vizsgálják majd a funkcionális élelmiszereket, valamint az ételintoleranciát, azaz ételérzékenységet vagy ételallergiát. Ez azért is fontos, mert a helytelen étkezés nem megfelelő a szervezetünk normál működéséhez. Ennek következtében fogyhatunk vagy hízhatunk, de súlyosabb problémákhoz is vezethet, mint például a szívérrendszeri betegségek vagy a koleszterin szint változása, közölte Kiss Ferenc, az intézmény általános rektor helyettese. Nagyon gyakran megyünk ilyenkor orvoshoz, hogy azt mondjuk, hogy hát megfáztam. Na de hát az a megfázás az igazából vagy bakteriális, vagy vírusfertőzés, és nagyon nehéz eldönteni az orvosnak első ránézésre, hogyha bakteriális, milyen bakteriális fertőzés, vagy vírusfertőzés csak tisztán. És azt is tudjuk, hogy bizonyos esetekben a antibakteriális gyógyszerek, azok hatnak, más esetben nem. Tehát elkerülni az, hogy fölöslegesen vegyünk be gyógyszert, ahhoz egy nagyon egyszerű tesztet szeretnénk kidolgozni, amivel gyorsan meg lehet állapítani, hogy ez most bakteriális fertőzés és nem vírusfertőzés. A kórházból kikerülő szennyvizekben nagyon sok olyan anyag kerül, amelyre fontos lenne figyelni, hogy ez a felszíni vizekbe ne kerülhessenek be. Többek között ez is a jövőbeli kutatások egyik témája lesz. Távolabbi tervek között szerepel az implantátumokkal kapcsolatos kutatások, valamint magának az implantátumnak a megtervezése is, amelyhez művészek és orvosok közös munkája szükséges, a műszaki intézet pedig 3D-s nyomtatókkal hozná létre azokat. Az együttműködést a szellemi tőkén túl tárgyi feltételekkel is segíti majd a Nyíregyházi Egyetem. Szerencsére ugye nekünk nagyon sok olyan műszerünk van, és ezért jó kölcsönös együttműködés, ami a Finnamed klinikának nincsen, de viszont nekik viszont óriási a tapasztalatuk az egészségügyben, az orvoslással kapcsolatban. Tehát én tudok olyan műszert mondani, ami Magyarországon csak egy-kettő van belőle, és itt korábbi pályázatok, korábbi kutatási témában ezt 100 milliós nagyságrendre kell gondolni, tehát például egy ilyen közös munkánál ezt már nem kell beszerezni, hanem csak, nyilvánvalóan ezeknek költsége van, akkor pályázat vagy valamilyen forrásból már azt, hogy a méréseket véghez tudjuk vitni, a műszer adott, és több ilyen műszerünk is van, és ehhez megfelelő ugye kollégáink. A Finnamed egészségügyi szolgáltató Kft. Elkötelezett a tudományos fejlődés iránt, közölte Finna Péter orvosigazgató. Ezen túl pedig saját kutatásaik is vannak, például a funkcionális italok kutatása, valamint külföldi gyógyszercégekkel kötött szerződések alapján gyógyszerfejlesztéseket is végeztek már korábban. A lakosság nem azonnal fogja érezni valószínűleg ennek a hatását. Ezek hosszú távú tervek, amikben mi megállapodtunk. Gyakorlatilag több évre terjedő kutatásokat tervezünk, aminek a jobb esetben remélhetőleg olyan végkifejlete lesz, ami a lakosság szempontjából is felhasználható. Itt kell érteni ezeket a gyors diagnosztikai vizsgálatokat, akár a élelmiszerkutatásokat, akár a vízben lévő szennyezőanyagok vizsgálatát, akár a implantátumoknak a fejlesztését. Tehát ezek mind hosszú távú projektek, amiknek évek múlva lesz hatása, de remélhetőleg, hogy a vizsgálatok végén a lakosság is fogja érzékelni ezeknek a pozitív hatását. A Finnamed egészségügyi szolgáltató Kft. Több mint 30 orvosa és szakdolgozója is nyitott a kutatásokra, így eredményes közös munkában bíznak a Nyíregyházi Egyetemmel.